Tehát akkor először fel kell emelni, fel kell tölteni üzemanyaggal, aztán ki kell nyitni a kezelőtorony ajtaját. Hát most akkor nincs mit tenni, ezt meg kell szépen várni. Igen. Elég lassú, mit nem mondjak. De nem baj. És akkor most... Ja, most biztos valami áramhiba van. Látszik, itt világít a fény, itt meg semmi nem világít. Nem is tudok interakciót végrehajtani a... kapcsolóval. Helyre kell állítani. Igen, gondolom itt van valami leírásban. Lehet, hogy itt. Az irányító torony ajtajának működtetőjét érintő megbízhatósági problémákat nem sikerült helyrehozni. Tehát fel kell menni, vagy nem tudom, ami plusz dolgot kell csinálni, ami nekem elég kellemetlen lesz. Jaj! Anyád picsát, azt hiszem meghaltál! Most akkor itt kell feltölteni üzemanyaggal. Aztán... Hát, mehet tovább. Elvileg. Valahogyan, valamerre. Ki mondjuk ez meglepett, hogy most ott jöttek katonák. Ne találjatok már el, bassza meg! Most már kezdek begurulni azért. Lövöm, lövöm, aztán még úgy eltalálnak, hogy faszomat hát. Jó, persze tudom, hát el kell találniuk, mert ez a dolguk, meg minden, de... Egyszerűen nem hiszem, hogy ekkora távolságokról simán halál közelébe jutottnak engem. Én meg nem tudom kilőni őket ekkora távolságból. Unfair. Mondjuk már csak a harmadik fázis van vissza. Amit a legnehezebb rész előz meg. Ja, csak itt most elfelejtettem, hogyan tovább. Ja, itt! Na most aztán lesz nekem nem ulas? Ott jönnek a ejtőernyősök. Ezekkel nagyon meg fog gyúlni a bajom a későbbiekben. Ó, de meg is szereztem kapásból. FG-42 paratrupuska. Ez egy csodafegyver, megmondom őszintén gyerekek. Ez egy csodafegyver! Csak 40 HP-val kulára meggyűlik a bajom velük. Ahogy látom, a legtöbben lent vannak. Itt a emeleten nem is látok senkit egyelőre. Itt fent talán lesznek. De nem. Ja, akkor majd a visszaúton fogom megszívni velük. Gondolom. Igen. Itt kell kinyitni ugye ezt a toronyajtót, hogy kilőhessük ezt a valamit. Jaj! Nem, de kaptam ide medikitet végre. Hát gyakorlatilag kész is van akkor, a kobra kilövése kész. A harmadik lépést foganatosítottam, a tető kinyílt. Most az a baj, hogy most vissza kell mennem szépen a kobrákhoz oda le. És ugye kik vannak lent? Az ejtőernyős fekete őrség. Jó, most már nem ejtőernyősök, de ejtőernyővel jöttek, ugye azt ne felejtsük el, kérem szépen. Igen. Meg kell, hozzá kell tennem egyébként ugye a játékkal kapcsolatban, hogy a itt tudtuk ezt, hogy Wolfenstein a legelső játék, amit közepes szinten kezdtem kivinni. Majdnem a végére is értem, csak idő és kedvhiány miatt nem fejeztem be. Meg hát persze kijöttem a passzból, mert nem játszottam vele sokáig, aztán már nem tudtam a utolsó részeket normálisan megcsinálni. De ennek a izének távcsöve is van, úgyhogy nagyon király. Távcsöves gépfegyver. Imádom. Nem kímélem őket most. Jaj! Jaj! Az játszások elég komoly a sebe, szóval nem úsztam meg túl könnyen. Most erre kell felmennem, ez nyílt ki, gondolom. Mondjuk riasztottak is, hogy valami nincs helyén, tehát... Jaj!
Ezek gondolom a személyzet, akik ezt a támaszpontot kezelik meg a szükséges részeket. Nem igazán kell félnem tőlük, de azért tartom a tisztes távolságot, ahogyan egy úriembernek illik. Kétszer, de nem lehet őket elolvasni, úgyhogy... Azt hiszem, akkor erre kell kimenni. Igen, erre kell kimenni. Azért benézek ide, hát ha van még valami kis ellátmány. Nem, mintha nem kapnék későbbiekben, de... Ne, egy fene. Végül is gyakorlatilag készen volnánk. Beszállunk a kobrába, és elrepülünk. Öcsém, ha én így tudnék szingani, hogy seggemre ülök, aztán így elkezdek izélni, aztán felrepülök a levegőbe, de jó is volna. A jelenetet akkor szokás szint átugrom megint. Inkább felolvasom a következő küldetés szükséges elemeit. Nem igazán érdekel ez engem, megmondom őszintén, úgyis leírják, hogy mit kell csinálnom. És nem tudom, nem emlékszem már mi jön, de... Azt nem emlékszem, hogy egyik küldetés első része. Most nem akarom azt a hibát elkövetni, mint a múltkor, hogy nem olvasom fel csak a játékon belül a szövegeket, úgyhogy most elolvasom így előre. Delsedet követtük odáig, amit az ő titkos fegyvergyárának véltünk. Ez az iparkomplexumban található Kugelstadthoz közel, egy városhoz, amely az utóbbi 48 órában a szövetségesek alapos légi bombázásán ment keresztül. De eset kapcsolata Wolfenstein várával történt eseményekkel egyre világosabbá válik, de szükségszerű, hogy még többet tudjunk meg az ő különleges projektek divíziójáról. Az OSZ-en már hónapokkal ezelőtt meg akarta vizsgálni a TFG létezését, de képtelenek voltunk pontosan megállapítani a pontos helyzetét. Helyzetét szerintem, vagy a bejutási módját. A Kreisauker is értesített minket, hogy egy különleges tudós szökni akar a TFG-től. Egy panzertankot birtokolnak a komplexum bejáratának közelében, és támogatni tudják az ön gyárba jutását. Miután felvette a kapcsolatot az ellenállás tagjaival, vegye rá őket, hogy szüksége van a segítségükre a szökésben lévő tudós biztonságos menekülésében. Előzetes jelentések érkeztek a szökni kívánó tudóstól a Kreisau körbeli kapcsolatainkon keresztül. Ezen jelentést tesznek egy tervkönyv létezéséről, ami teljes mértékben felfedi Devshed gyűlölet fegyver kísérleteinek információit. Bocsánat, a nyelvbotlásokért kicsit gyorsan olvastam fel a szöveget. Egyébként is hadarok. Ó. Szóval most akkor mit kell csinálni? Ja, igen, elhűtött népségben ezt a tankot odáig, ahova kell, a fegyvergyár bejáratához. Valami ilyesmi a terep. Hát ez nehéz lesz. Jaj! Igen. Ja, hogy nekem ennyi van összesen? Ja, nem. Na, azért mondom. Jó, hát ez így nehéz lesz, halljak meg. A paratrupuska hol van? Itt van, na azért. Szóval itt a romos házak közé bebújt panzerfaustosokat kell kilőnöm majd szépen. Na hát akkor, vágjunk is bele. Oké, itt fel nagyjából ki vannak lőve. Menjünk el. Jaj! Na, van valaki. Lehet, hogy a paratrupuskát nem kéne elpazarolnom, mert hát azért mégiscsak... Nem például, hogy úgyis több lesz. Nemrég hallottam, azt hiszem Wiseman-nak a videójában, aki szintén egy második világháborús FPS-re játszik ki. Szóval a Wiseman mondta, hogy a MP40-ben miatt buktak a németek háborút. Ó, szép volt. Valami gránátos idióta pörköltet csinált a saját bajtáborában. Ennyit a nácikról. Nem tudom, hallottátok-e egyébként, de...
a náciknak volt egy olyan tervük, hát jó, persze sok tervük volt, de alaposan át akarták szervezni Európát, meg hát igazából az egész világot. Panzerfaust, akkor kényelmesen, és ellátomány. És most tegyre valahol van még egy csáv, ott. És akkor készen is leszünk. Szóval a németek elég nyilván át akarták rendezni Európa rendszerét, tehát ugye a infrastruktúrát, meg mindent, és másfél milliós nagy kulturális központ Varsóból egy ilyen 150-300 ezeres kis raktárvárost akartak csinálni. Ó, bazd meg, na, oda kell majd a tank. Erre emlékszem, mi a múlt kalandos során. Tudom, a toronyban befigyel egy ilyen mauzeres őr. Azt mondja, hogy szépen pörkölté, ilyen húszcefozak rádeli szét a tank. Szóval Varsó ugye egy hatalmas kulturális központ volt, még ma is az, és ugye a nácik alapvetően alsóbrendűen tartották a szlávokat, hiszen maga a szlávszó is ugye szolgált jelen, mondottuk az angol slave kifejezésre. Na, eltűnt is tovább. Szöges drót. Ó, át tudom ugolni, de nem mehetek át. És mesterlövész beütés, nem tudom, több játékban van ilyen igazából. Nem mindegy. Szóval ugye Varsó ma is egy nagy kulturális központ, de a világháború vége felé a lengyelek rengeteg kulturális emléket elpusztítottak, mivel nem tartották értékesnek, és hát ugye teljesen le akarták építeni Varsót. Ura. Én nem általom emlegetni, hogy nem vagyok náci, de valamelyest egyetértek a ideológiájukkal, sajnos. Azonban tényleg rengeteg olyan dolgot követtek el, ami miatt tényleg gyűlölet tárgyát képezhetik. Mint az által is, jaj ne! Ó, hogy a frontban ilyen MG42-es lőállásos csávú. Hú, mivel amikor a Wolfenstein kastélyban voltam, akkor rosszul említettem azt, hogy az MG42 az nem német, ez tényleg német. Csak én azt hittem, hogy a Call of Duty 2-ben volt benne, ezért az nem lehet amcsi. Hiszen ott ugye német területeket támogatom. Jó van, tudjátok, mint össze is zavarodtam. Mikor mit mondtam. Itt van lényeg, hogy ez nagy lőállás. Sajnos nem igazán jön senki, hogy nem tudom felhasználni. Azt kicsalogatni. De nem, most sietnem kéne. Itt volt a tudósok, itt meg kell menteni gyorsan. Itt akar leugrani, aztán úgy. Jó, itt erre már jártam egyszer, nemrég, mert a hangot teszteltem. És itt tesz egy láncszerű csávú. Jaj, ott van! Áááá! Na, ez most meglepett, így izé, így elegáns, hogy szexuálisan megégetett. Na. De nem baj, előjük, és akkor fel is szedem gyorsan a láncszerűt. Bocs, hogy gyorsan fogom a figurát, de ezt a részt nem tudom mondani. Ó, ennyire sietni kell? Hát nem igaz. És mit rontottam el már megint? Már a... Na, előről, a büdös szart, azt. Oké, akkor viszont rásulok mindig, de most aztán tényleg erő, teljes erőből rássál. Oké, az a csávóval nem állok le. Nagy később elintéz. Itt jön a láncszórós. Hol vagy te láncszórós? Ott vagy. Faszom! Na! Nem! Ennyi, kész. De hogy ezt miért kellett háromszor is elbuknom, mi először sikerült, azt nem tudom! Oké? Akkor most már csak el kell kísérni a... Már csak el kell kísérni a tankot, mert mi a másik? Ja, egyáltalán be kell jutni, azt hiszem. A szöveg fedi egymást, szóval nem láttam. Most vissza kell mennem? Jó, de merre? Tök mindegy, menjünk valamelyre, az csá. Így vittem ki a 89%-ból ezt a játékot, úgyhogy nem lett olyan vészes dolog. Persze nem lehet átmászni, utamat megrövidítse, a büdös lófasz, mégis minek?